Köszöntöm a Trió TV nézőit! A Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Bükön helyi kötődésű visszaemlékezéssel és könyvbemutatóval idézték fel a 62 évvel ezelőtt történteket. Horváth Niki, a Vakvagány volt a Büki könyvtár vendége. Utánpótlás asztali tenisz ranglista verseny Bükön rekordszámú nevezővel. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Október 23-án délelőtt tartotta 1956-os megemlékezését a Büki önkormányzat. A napfényes késő őszi időjárás lehetőséget adott arra, hogy a Városháza parkjában felállított 56-os emlékműnél gyűljenek össze a megemlékezők. Az ünnepi szónok dr. Szapári György volt. Bükön október 23-án délelőtt emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára. Az esemény kezdetén Szabó Tibor, Jászai Mari díjas színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház művészének előadásában hangzottak fel I. és Gyula szállóigévé vált sorai: hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van? Ott zsarnokság van nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában. Ott zsarnokság van nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott a zsarnokságban nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ijedten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan piszt jelző ujjban. Majd az ünnep szónoka, dr. Szapári György lépett a pódiumhoz és szólt az egybegyűltekhez, aki több szállal is kötődik Bükkhöz. Itt élte át 1945-ben a szovjet csapatok bevonulását, általános iskolai tanulmányait is Bükön kezdte. A Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, Magyarország egykori washingtoni nagykövete egy megható verssel kezdte beszédét, amelyet egy édesanyja írt a börtönből. Mint később kiderült, Hadik Etelka, Szapári György édesanyja címezte fiának a sorokat. Az 1950-es évek elején egy koholt vádak alapján 10 évre elítélt édesanya ezt a verset írta fiatal fiának. Hozzátok szólok, vén tiszaparti fák, akácok, tölgyek, sudárjegenyék, vadvizekben tocsogó fűszfabokrok, halljátok meg nagyfiam nevét. A nagyfiam alig 14 éves múlott, s keskeny vállán már annyi gond teher, míg pajtásai játszanak, tanulnak, ő fát vág, kapál, súlyokat cipel, s vágyon a föld felhők égi útját nézi. Ó fák, ti jobbak vagytok, mint az emberek. Magyar fák, e hontalan hazába, kivert fiúba erőt csöntetek, hogy bátor legyen, egyenes, kemény, ki meg nem tép az orkán zivatar, susogjanak fülébe szép meséket, mert árva ő is olyan fiatal. Az ünnepi szónok beszédében kiemelte, sokakat zártak annak idején börtönökbe mindenféle vádak alapján, hiszen a diktatúra rettegett, mert tudta, hogy a magyar emberek bátrak. Ezért meg kellett őket félemlíteni. A magyarokat nem lehet megfélemlíteni. A külső hatalom rárontott, mindig újra és újra felállt. Felállt a tatárjárás pusztításai után, felállt a mohácsi vész és az azt követő hazánkat leigázó ottomán uralom után, felállt az 1948-49-es szabadságharc leverése után. Bár meggyötörve a II. Világháború borzalmai és a szovjet kommunista diktatúra által, de felállt és egy emberként felkelt a diktatúra ellen 1956. októberében. És a kitartó ellenállás következtében meggyengült kommunista rendszerrel szemben újra elnyerte szabadságát és függetlenségét 1990-ben. Újra felállt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! A magyar emberek bátrak. Bátrak, mert szeretik hazájukat,
több mint 2000 éves történelmüket, kultúrájukat, szép és változatos országukat, és ragaszkodnak a szabadsághoz. Ez a bátorság és szabadság iránti vágy kelt önfeláldozó, lelkesítő, nemzetet megragadó erőre 1956. októberében. 1956. október 23-a csillogó fény a történelmünkben, amikor egy egész ország bátran szembeszállt a hatalmas túlerővel, hogy visszaszerezze szabadságát, függetlenségét. A szabadság titka a bátorság szülte erő és elszántság, ami 1956. októberében halálos éket ütött a szovjet kommunizmus hajóján, és lassú, de elkerülhetetlen elsüllyedésre ítélte azt. Ezért október 23-át mi magyarok büszkén megünnepeljük az egész világon. Megemlékezünk az elesettekről, a meghurcoltakról, és azokról, akik vették a bátorságot, hogy részt vegyenek a forradalmi tevékenységben. A beszéd után a városvezetés mellett helyi civil szervezetek, egyesületek képviselői koszorúzták meg az 1956-os emlékművet. Vükváros önkormányzata képviseletében dr. Németh Sándor polgármester úr, dr. Tóth Ágnes jegyzőasszony, Baranyai Róbert alpolgármester úr, dr. Szapári György úr és dr. Szabó András aljegyző úr. A Büki Művelődési és Sportközpont könyvtárkoszorúját Tóth Tamás, Hajzler Lászlóné és Szabó Tibor helyezik el. Kicsit savanyú, de a miénk. Ez a címe annak a könyvnek, amelyet az október 23-i megemlékezést követően mutattak be Bükön. Savanyú János az 56-ban kivándorolt bükiek egyikének személyes történetén keresztül pillantott be az olvasó a külföldön és itthon töltött évekre, évtizedekre. Különleges kiadványt mutattak be a közönségnek az október 23-ai megemlékezés után a Büki Városházán. Nem sorolható talán egy konkrét műfajba sem. Se nem regény, se nem életrajz, és még csak nem is történelmi áttekintő. Ezek egyvelegeként jött létre a Kicsit savanyú, de a miénk című könyv, amelyben az 1956-ban Bükről emigrált Savanyú János élettörténete mellett az akkori Bükk korrajzát is megtudhatjuk. A Szombathelyi Szülőföld könyvkiadó gondozásában jelent meg a kötet. A kiadónál fontosnak tartják, hogy Vas megye történelmét minél szélesebb körben megismertessék az olvasókkal, és teret adjanak a helyi érdekességek megjelentetésének. A Szülőföld könyvkiadó nevében hordozza a végzetét. Nagyon fontos számunkra, hogy a szülőföldünkön, Vas megyében Vas megyéről szóló témákkal dolgozunk fel, vagy Vas megyei szerzők munkáit jelentessük meg. Tehát az eddig megjelent könyvünknek kb. 80% az így is épül fel. A kiadó elsőként Savanyú János verseivel találkozott, ám ezek még nem lettek volna elegek egy könyv megjelentetéséhez. A beszélgetések során felmerült, hogy egészítsék ki az élettörténettel és korrajzzal, így már könyvformájában is megállja a helyét. Valóban nem hosszú az anyag, de a 56-os megemlékezésnek egy személyes vonatkozású vonulatát szerettük volna most bemutatni, reprezentálva egy családon, egy személyen keresztül az 50-es évek eseményét Magyarországon, itt Nyugat-Dunántúlon. Először kaptunk a szerzőtől verseket, aztán a beszélgetésünk során felmerült témákat lerögzítettük, és ezt egészítettük ki, mint ahogy szó volt róla, az 56-os eseményekről és az előtti csepregi összeesküvésről. Körülbelül ilyen fél éves munkát vett ez az egész igénybe, és valóban nagyon fontos számunkra, hogy a történelmünknek azokat a pillanatait, ahol még találhatók élő tanúk, azokat feltétlenül fontosnak tartjuk, feldolgozzuk. Savanyú János története egyrészt nem egyedi.
hiszen sok 56-ban emigrált magyar tért haza később, ám másrészt mégis egyedinek tekinthető. Azon kevesek közé tartozik, akik a nyilvánosság számára is elérhető formába foglalták emlékeiket, élményeiket, tapasztalataikat. A kiadó arra az álláspontra jutott, hogy nekünk az az igazi érték, amit a túlélők és azok az emberek, akik a saját élettörténetüket hagyják az utókorra írott formába, kötelességünk tulajdonképpen gondozni. És a Szülőföld kiadónak, Farkas Csavának ez a rendező elve, vezérelve, hogy nem a nagy dolgokat, a kerek történeteket szereti az utókorra örökül hagyni, hanem a sok-sok kis egyéni történetet. Ezért voltunk tulajdonképpen hálásak a polgármester úrnak, hogy erre a történetre úgy hívta fel a figyelmünket, hogy eljött, körbeültük az asztalt, és azt mondta, hogy gyerekek, ez egy büki ember, ez egy büki átlagember. Sok hozzá hasonló ember van Bükön, aki nem írta le az élettörténetét, de ő leírta, elmúlt 80 éves, hát akkor kezdjünk ezzel a történettel valamit. Kezdtünk ezzel a történettel valamit, mert általában ezeknek az embereknek a története körülbelül 30-50 oldal tesz ki, családi fényképekkel együtt. De amikor azt akarjuk helytörténeti vonatkozásba az utókorra hagyni, hogy hogyan nézett ki egy település 14-be, hogy nézett ki egy település 45-be, 56-ba, ugye a nagy sorsforduló, évfordulóhoz kötődően, akkor gyakorlatilag ezeket kell nekünk egy csokorba gyűjteni. És azért is úttörő munka Savanyú János története ebből a szempontból, hogy talán majd mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy a saját történeteiket megírják és az utókorra hagyják. A személyes fotókkal színesített könyvet lapozgatva úgy szerezhet az olvasó információkat a magyar történelemről, hogy szinte észre sem veszi. Savanyú János történetét egyébként nem csak az 56-os visszaemlékezések miatt érdemes kézbe venni. Jani bácsi életek kalandos utazásokkal, munkával, szerelmekkel telített, így önmagában is érdekes olvasmány. Horváth Niki, a Vakvagányként ismert író, blogger volt a vendég a Büki Könyvtár író-olvasó találkozójának. Niki betegsége ellenére éppen ezért próbál mindig pozitívan írni, és nem sírdogálni. Azt mutatja meg a közönségnek, hogy hogyan kell pozitívan élni az életet. Blogját, aminek a Vakvagány címet adta, még 2012-ben indította. Eleinte csak a Facebookon posztolgatott rövidebb írásokat az életéről, majd a rengeteg pozitív visszajelzés után döntött úgy, hogy internetes naplóírásába kezd. Mint elmondta, az emberek először azt hitték, hogy elgépelte blogja címét, hiszen hiányzott néhány ékezet. Niki viszont direkt hagyta így a címet. Két könyvem van. Egyik izgalmasabb és érdekesebb, mint a másik. Az utolsó a Liliről szól, ugye a kutya szív szeretet, ő teljes egészében az ő nagyszerűségének állít egy kézzel fogható emléket, ha így lehet ezt megfogalmazni, és annyi, hogy mind a kettő könyv szívből jön. Ez fontos. Azon kívül, hogy könyvet írsz, Vasnépének, egy állandó rovatának, a Vakvagánynak vagy a szerzője. Honnan jött ez a Vakvagány elnevezés? Igazából ez a blogomnak a neve, pontosabban annak idején, amikor én ezt így adtam, akkor ezt ékezetek nélkül gondoltam. Aztán rajtam maradt azt, hogy Vakvagány, tehát a Vakvágány ez így elkopott. A Vasnépe csak ezt vette át. Tehát az, hogy nekem ez honnan jött, nekem nyilván itt a szójáték jött annak idején jól, hogy Vakvagány vagy Vakvágány. Olvashattuk, hogy több betegséggel is szembe kellett nézned, de emellett mégis rengeteg pozitív energiát sugárzol egy-egy előadással kapcsolatban. Honnan merted az erőt ezekhez? Mindig elhangzó kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni, de talán ez több komponensű, tehát egyrészt otthonról is hozom, mert ezt láttam az anyukámtól mindig, hogy így vészelt át az élet nagy kihívásait, másrészt meg a gondolkodásom szerint azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, és ezekhez bizony hozzátartozik az is, hogy nehézségeken kell átesnünk, úgyhogy én hiszek abban, hogy minden okkal történik, ez viszont nagyon sokat segít abban, hogy a kihívásokat sokkal inkább lehetőségeknek éljen meg, hogy fejlődhessek, és fejlődhessünk mindannyian. Nikit ma már úgy ismerik a szombathelyiek, mint a Vakvagányt.
túrázik, kerékpározik, motorozik, igazi vagány életet él. Úgy gondolom, hogy a vakság az csak egy állapot, és minden más az belülről jön, tehát amit csak lehet, én nagyon szívesen kipróbálok. A kirándulás, a biciklizés nyilván nem egyedül megy, hanem segítséget, tehát a biciklizés egy tandem biciklivel, a kirándulás is társaságban, de úgy gondolom, hogy egyébként nincs akadály. Mennyire vagy extrém ilyen téren? Hát ha az extrémnek számít, hogy nagyon szeretek mondjuk kalandparkokban mászni, nagyon szeretem a sebességet motoron, autón, akkor igen, extrém vagyok, de szerintem úgy a nagy átlaghoz képest nem vagyok semmilyen értelemben exkluzív vagy különböző, csak annyi, hogy az érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy nem látok, de ennyi. Niki állandó társa Lili. Szeptemberben volt 12 éves, és a mai napig vezeti őt. Nem kötelességből, nem kényszerből, szeretetből. Igen, ez így van. Nyilván, hogyha majd egyszer egy napon ő nem lesz, akkor majd elgondolkodom azon, hogy hogyan tovább, és valószínűleg egy másik vakvezető kutyát fogok igényelni, de reméljük, hogy még ezen nem kell gondolkodnom egy darabig, mert itt lesz közöttünk Lili. Mennyire csapás az ő számára ez a munka, hogy téged kísérgessen, illetve vigyázzon rád? Én nagyon beosztom a mi időnket, hogy neki azért ne kelljen olyan nagyon sokat dolgozni, tehát most sem vakvezető kutyaként van itt, hanem mint egyszerű kutyaként. Úgyhogy úgy hiszem, hogy amíg ő élvezi azt, amit csinál és szereti, addig ez neki nem strapás, viszont abban a pillanatban, hogy strapás, akkor többet nem kell csinálnia. Tehát itt ez fontos, hogy én ezt figyelem, és tudom, hogy mikor jön az idő, amikor megállt kell mondani. Niki szerint kutyája karakteres és jópofa személyiség, aki nem szereti, ha róla beszélnek. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség megbízásából idén ismét Bükk rendezhette meg az év egyik legnagyobb utánpótlás versenyét, ahol az eddigi nevezési rekordot megdöntve, ebben az évben 41 egyesület 199 utánpótláskorú játékosa vett részt október 20-án és 21-én a Bükki sportcsarnokban. A Büki testedzők köre, asztali tenisz szakosztálya 9 játékossal vágott a hazai viadalnak. A szakosztálynak jelenleg 12 igazolt újonc és serdülő asztali teniszező versenyzője van. Ebből a ranglista versenye csak 9 játékossal tudott indulni a BTK csapata. Hát meglehetősen balszerencsésen indult számunkra ez a verseny, mert a verseny előtt egy héttel két tehetséges fiatal kislányunk is, Szeli Fruzsina és Kósz Fruzsina is egymástól függetlenül eltörte a karját, illetve egy tehetséges ifjú fiunk, Prucsó Dániel, tehát ő a sarkán sérült meg, tehát ők hárman kiestek, így 9-en vágtunk neki a viadalnak. Tehát egy meglehetősen erős mezőny volt, és ennek ellenére, és itt szeretném is kiemelni Szeli Bertalant a bükiek közül, aki az előkelő 5. helyet szerezte meg. Ebben a mezőnyben ez kimondottan jónak számít, sőt serdülő kategóriában, tehát ő még csak U13-as, tehát újonc, és egyéniben ott volt az 5., a serdülőben pedig bekerült párosban a legjobb 8 közé. A párja egy dunakeszi klubba tartozó fiatal volt, Molnár Dávid Zsolt. A többi büki gyereknek is viszonylag jól sikerült, úgy gondolom, hogy kifizetődött az az edzésmunka, és tükröződött is az az edzésmunka, mind minőségben, mind mennyiségben, amit elvégeztek, és ezzel kapcsolatban gyakorlatilag, aki jól dolgozott a felkészülés során, azoknak jobb eredményei születtek. Talán Német Ákoskát kivételként említeném, hogy rendkívül ügyesen készült, rendkívül sokat készült a verseny előtt, de mivel ez volt az első komoly ranglista versenye, még nem tudta kijátszani azt, ami benne van igazából, és így egy szerényebb képességű versenyzőtől kikapott. Kiemelném még Torkos Domonkost, aki 6 évesen került hozzánk, és most 8 esztendősen vett részt élete első országos ranglista versenyén, és az U13-as korosztályban, tehát 5 évvel a saját korával, tehát korától idősebbekkel játszott, és ott is meccset nyert, ez rendkívül előremutató. A verseny 2 napos volt. Szombaton az U11 és az U13-as újoncoké volt a terep.
Náluk még nincs páros küzdelem, csak egyéni. Vasárnap a serdülők küzdöttek egymással egyéniben és párosban egyaránt. A hétvégi rendezvényen jelen volt egy budapesti, ötszörös utánpótlás Európa-bajnok, aki annó többször is volt megmérettetésen a büki sportcsarnokban. Most pedig a tanítványait kísérte el a ranglista versenyre. Én utánpótlás koromban még játékosként jártam itt Bükkön. Talán háromszor is voltam itt az ifi éveimben. Azok nagyon jó hangulatos versenyek voltak, kellemes emlékként őrzöm őket. Utána válogatott játékosként jártam itt Bükkön többször is, volt az osztrákok ellen Európa bajnoki csoportmérkőzés, fehér oroszok ellen is játszottunk itt, talán a szlovénok ellen, erre nem esküszöm meg, de többször jártam Bükkön olyan szempontból is, hogy még válogatott játékosként, és egy pár év kihagyás után letettem a válogatottságot, és most már edzői babérokra török, és itt a BVSC edzői team tagjaként vagyok most itt, hiszem 6 játékosunkkal, és újra öröm itt lenni. Igazából a hangulatát az az örömteli érzés, hogy itt versenyzünk és együtt vagyunk ilyen sokan, az ugyanúgy most is jelen van, mint annó jelen volt. De ez ugye én változtam útközben, mert most már edzőként azért más szemmel nézem a játékot. Most már nem annyira rólam szól, meg az én versenyzésemről, hanem a kis BVSC-s növendékeinkről, és az ő sikereikről és kudarcaikról. Szombaton a legfiatalabb indulója a budapesti csapatnak 10 éves volt. Ő az O11-es csapatban versenyzett. Egy másik játékos szintén 11 éves kor alatti, a Cseri Ádám, ő második lett U11-ben, nagyon büszkék vagyunk rá, nagy tehetség, az ifjú Urfi. Egyelőre még van nála egy jobb versenyző, de most már 4-szer fordult elő, hogy másodikként végzett, és mindig ugyanattól kapott ki a döntőben, de előbb-utóbb reméljük, hogy az illetőt is behozzuk. Ugye mai nap többen vagyunk itt, a tegnapi 5 versenyzőnkből 3 a idősebbek között is indul U13-ban, és kiegészültünk még 3 játékossal, akik U13-asok. Ha egy játékosnak nem úgy sikerül egy-egy mérkőzés, nem szegheti kedvét, hiszen nagyon sokszor 5 perc pihenő után jön a következő megmérettetés, ahol úgy kell helytállnia, mintha mi sem történt volna fél órával ezelőtt. Ezt felnőttként is nehéz megélni, hát még gyerekként. János elmondása szerint ez egy hosszabb pedagógiai folyamat. Emlékszem, régen játékosként nekem órák kellettek, hogy feldolgozzak egy kudarcot, nem lehetett hozzám szólni, elvonultam, elbújtam a világ elől, hogy rendezzem a soraimat. De ugye most ez egy olyan rendszer, versenyrendszer, hogy helykijátszás van, tehát az ember kikapott az egyenes kiesésben, utána még 2 vagy 3 meccs, inkább 3 vár rá. Tehát itt most nagyon ügyesnek kell lenni az edzőnek is, és a játékosnak is, és előre fel kell készülni, hogy ha van kudarc, azt nagyon hamar rendezni kell. Az idei versenyt sok támogató segítségével dr. Barát Kornél és Antalavics György szervezte. A ranglista verseny elteltével nem áll meg a munka az asztali tenisz utánpótlás csapataiban. Orosháza, Celldömölk várja a közeljövőben a büki ifjakat egy újabb megmérettetésre. A BTK várja a pingpongozni vágyó 5-6-7 éves fiatalokat is, akik megfelelő idő után csatlakoznak a versenyezni vágyó játékosok közé. Kedves nézőink, a büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantúl.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantúl címen is. Viszontlátásra!